Minden évben megtartjuk a Katasztrófavédelmi Oktatási Központban azt a nyílt napot, ahol a fiatalok betekintést nyerhetnek, hogy hogy zajlik az a képzés, amely az ország leendő tűzoltóinak ad helyet. Fontos az, hogy nyilván nem azt várjuk ezektől a diákoktól, hogy máról holnapra üljenek be ide a képzésbe, az iskolapadba, hanem ha évekkel később jut eszükbe, és tudják azt, hogy miről van szó, hiszen látták azokat a speciális fogásokat, legyen az műszaki mentés, vagy kisebb tűzoltás, illetve milyen olyan technikai eszközök, illetve oktatók állnak itt az oktatási központban rendelkezésre, akkor már elértük a célunkat. Ugyanakkor azt tudni kell, hogy a katasztrófavédelem évek óta az oktatási intézményekkel kapcsolatban van, hiszen gondoljunk arra, hogy ugye a közösségi szolgálat, a diákok egy része az nálunk teljesíti ezt a fajta kötelezettséget, és fontos az is, hogy a közösségi szolgálat idején is már ugye megismerik magát a tűzoltó hivatást, vagy legalábbis egy részét, és ez is már önmagában elég ahhoz, hogy jelentkezzenek hozzánk. És akkor lehet látni, hogy a jármű tetejét leemelik. Hordány. Mire nagyon jól lehet csúsztatni szemét, arra nagyon óvatosan táncfogással egyszerűen rácsúsztatják a sérültet, hogy elviszik a kijelölt elsősegély nyújtó helyre, amit a baleset mellett jelöltek ki. Az elején az ember megszereti a tűzoltó szakmát, ugye ennek a mindenét, minden vele járóját, és ettől a hivatástól nem tud szabadulni, tehát ezt valahogy így zsigerbe belül érzi az ember, és szereti, és csinálja, és ezzel én is így vagyok, hogy valahogy az egész életem ezzel összefügg, tehát egy erős hivatás, tehát egy hivatásérzés. És nem az a lényeg, hogy a szervezet milyen az ember fölött, hanem az, hogy ő tűzoltó, és ő ezt nagyon-nagyon szívesen csinálja, és valahogy ez a segítőkészség, ez a mindig próbálunk jót tenni, és mindig próbálunk az emberekért, a bajba jutottakért valamit tenni, hogy ez az egész ezt vonja át. És itt a tűzoltó képzésben is ugyanez a cél, hogy a tűzoltóinkat minden szinten, akik itt megfordulnak a oktatásainkba, a kiképzéseinken, minden szinten arra próbáljuk megtanítani, hogy ezt a szellemiséget vigyék, és hogy segítsenek, ahol csak vannak, és hát minél profibban, ugye minél professzionálisabban. Érdekes minden igazából, nem gondoltam volna, hogy ennyire érdekes lesz igazából, mert annyira, megmondom, az őszintén nem szoktak érdekelni az ilyenek, hogy tűzoldás, meg rendvédelem, meg ilyen, de hogy ezt ki lehetett próbálni, meg minden így egy picit jobb volt. Ez a ruhafölpróbálás, meg ami előtte volt most a ilyen kocsi szétszedés is tetszett, hogy kimentették át az embereket, legalábbis ilyen emberbábukat a kocsiból, megmutatták, hogy hogy megy ez a folyamat. Hát nem biztos, hogy leszek tűzoltó, de ki tudja. Köszönöm.